Jó napot kívánok, ez a Mozaik a Sopron TV-ben. Átadták a felújított Lenkey utcai rendelőintézet épületét, emellett pedig közgyűlést is tartott Sopron város képviselőtestülete, amelyen számos érdekes és izgalmas napirendi pont is szerepelt. Mindezekről fogunk beszélgetni. Vendégem dr. Farkas Ciprián polgármester, üdvözlöm, jó napot kívánok! Tiszteltel köszöntöm a televízió nézőket! Kezdjük is azzal a témával, amely a legfrissebb, hiszen a Lenkey utcai rendelőintézet átadásáról érkezett egyenesen ide a stúdióba hozzánk. Mit lehet tudni erről a felújított épületről? Hosszú hónapok után végre elkészült a kivitelező, vállalása szerint határidőben egyébként 1,2 milliárd forintból kormányzati támogatás mellett újult meg a Lenkey utcai egészségház. Az önkormányzat pedig magát a Lenkey utcát is felújította és egyirányosítottuk az ott lakók kérésének megfelelően. A jövőben is fogorvosok, háziorvosok, védőnők és gyermekorvosok várják a soproniakat és a soproni családokat a Lenkey utcai egészségházban, amely teljes terjedelmében átesett egy épületgépészeti felújításon, sokkal korszerűbb belső terek kerültek kialakításra. Olcsóbb lesz a háznak a rezsiszámlája, és azért ez lássuk be, mostani időkben nem mellékes, még városi költségvetés szintjén sem. Én köszönöm szépen az ott dolgozóknak és a minden soproni polgárnak, aki a felújítás alatt ott járt, hogy türelemmel viselte és megértéssel viselte a felújítási munkálatok nehézségeit. A ház kész, ha az élet úgy hozza, várjuk a soproniakat. Ugye a funkciók maradnak tehát, és polgármester úr be is járta az épületet, mit tapasztalt itt? Nagyon jó minőségben készült el, korszerű burkolatok és belső terek kerültek kialakításra, az épület pedig egy jóval kisebb ökolábnyomot fog hagyni maga után a továbbiakban, tehát mindenféle korszerű elvárásoknak megfelel a jövőben, és ez egy nagy büszkeség számunkra. Aztán térjünk át a csütörtöki közgyűlésre, amelyen ugye hagyományosan megítélik, megszavazzák a városi hűségnapi kitüntetetteket. Kik kapják idén a legrangosabb díjakat? Hagyományosan a novemberi közgyűlés az, amely dönt a városi kitüntetések odaítéléséről, amelyeket aztán hagyományosan december 14-én a hűségnapján Sopron város legnagyobb ünnepén adunk át a jutalmazottaknak. Én nagyon büszkén jelentem be azt, hogy Eperjes Károly, Kossuth és Jászai Mari Díjas színművész kapta az idei esztendőben Sopron város díszpolgárának a címét. A Szami, mindenki Szamia, környék szülötte, nagyon szeretjük őt, és most is Sopronban dolgozik, és a kultúráját hirdetés szolgálja a város kulturális életét. Egy nagyszerű színművész, rendezőként is úgy gondolom kiválóan megállja a helyét, és nagy boldogság, hogy a közgyűlés úgy döntött, hogy őt jutalmazza díszpolgári címmel. Pro Urbe díjat kapott dr. Gömöri János régész professzor, aki szintén a városban tevékenykedik évtizedek óta, és sok mindent köszönhetünk neki, különös tekintettel az ókori Rómának város történetében játszott szerepét. Civitas Fidelis Cinema díjból kettőt ítél oda a testület, egy személy és egy szervezeti oldala van a Civitas Fidelis Cinema díjnak. A személyi oldalát, a személyi kitüntetést, Králik Tibor, a szakképzési centrum kancellárja kapta el sok évtizedes áldozatos munkájának elismeréséül, míg a szervezeti oldalát pedig a Cetőlanger gyűjtemény alapítványa kapta meg. A soproni gyűjteményt őriznek és ápolnak, és úgy hiszem az a szolgálat, amit ők visznek, az nagyon-nagyon fontos, és másként nem pótolható. De minden kitüntetetről hasonló jókat lehetne elmondani, én innen is gratulálok minden kitüntetetnek, úgy gondolom minden díj jó helyre ment, jó döntések születtek, és nagy öröm számunkra, hogy 14-én átadhatjuk az érintetteknek ezeket a szép kitüntetéseket. A teljes névsort pedig a sopronmedia.hu oldalon megtekinthetik a nézők. A közgyűlésen azért volt olyan napirendi pont is, amelyről élénk vita zajlott, ez a, pedig a vízi közműszolgáltatásnak az átalakítása. Pontosan mi történt ez ügyben? Nos, a víziközmű szolgáltatás nem alakul át. Semmilyen változást nem fognak érezni a soproniak, hiszen a csövek, a szelepek, az átemelő szivattyúk mind-mind ugyanúgy a föld alatt maradnak, és a várost szolgálják, az állami tulajdonba kerülést követően is, mint ahogyan azt most is a várost szolgálják. 2022. augusztusában, amikor az orosz-ukrán konfliktus és az erre adott elhibázott brüsszeli szankciós politikának köszönhetően tízszeresére, 20-szorosára ugrottak az energiárak, láttuk, szembesültünk vele, hogy a vízmű finanszírozása nagy nehézségekbe ütközik, egyenesen el is lehetetlenülhet ilyen rezsijárak mellett. Mi a tulajdonos önkormányzatok, amelyekből szám szerint 50 van, meg kellett, hogy hozzunk egy nehéz döntést. Mi itt Sopronban, akik 54%-ban tulajdonoljuk a soproni vízművet, azt a döntést hoztuk, azt a szándéknyilatkozatot tettük, tehát 22. augusztus-szeptember fordulóján, hogy állami gondoskodásba kívánjuk adni a soproni vízművet. Közvagyomból közvagyomba kerül.
hiszen a közvagyon jellegét mindvégig megőrzi, hiszen nekünk az ellátás biztonságot kell szem előtt tartanunk, azt, hogy a soproni emberek és a soproni családok továbbra is kedvező áron kapják a vizet, a vízdíj ne emelkedjen, ugyanakkor pedig a szükséges fejlesztési igények, amelyek a jövőben felmerülnek, azok meg is tudjanak valósulni. Mindezekre figyelemmel a vízmű, a vízi közmű vagyonnak a tulajdonosa innentől fogva legyen a magyar állam, hiszen ezeknek a kívánalmaknak az állam jóval erősebb hátteret jelent, mint egy önkormányzat, jobban meg tud felelni. Védjük a soproni családokat, az ellátásbiztonságot, és lehetővé tesszük a jövőben a vízi közmű vagyonnak a fejlesztését. A baloldali politikusok természetesen erről mást gondolnak, őket inkább az zavarja, hogy nemzeti vagyon keretében marad a vízmű. Rossz reflexeik vannak, és rossz gyakorlataik vannak, hiszen jól tudjuk, hogy a Gyurcsány-Bajnai kormányok 2010 előtt a közműszolgáltatókat, így a vízi közmű vagyont is számos esetben kijátszották külföldi magántulajdonú cégeknek. Pécset, Budapesten francia magántőke kezébe került a vízi közműszolgáltatás. Ha rajtuk múlna, már a soproni vízmű sem lenne közvagyon, és nem lenne magyar tulajdon. Mi viszont azonban úgy gondoljuk, hogy nehéz körülmények között is meg kell találnunk annak a lehetőségét, hogy a vízi közmű szolgáltatást ilyen magas színvonalon tudjuk biztosítani. Ez most az állami gondoskodás keretében jobban meg tud valósulni. Polgármester úr szeptemberben hirdette meg az újraindítási programot, amelynek az elemeit, a részeit folyamatosan láthatjuk és érezhetjük, tehát folyamatosan lépésről lépésre áll vissza az életünk a normál kerékvágásba. Hol tart most ez a folyamat? Így igaz, szeptemberben hirdettük meg az újraindítási programot, amelynek három fő eleme volt, ez pedig a következő, az, hogy visszaállítjuk a közvilágítás teljes egészét a város területén. Visszasűrűsödik a buszmenetrend lényegében arra az állapotra, ami a buszmenetrend megritkítását megelőzően volt elérhető a soproniak számára, valamint a gyíkot visszaállítjuk a Sopron kulturális életének a szolgálatába. Tehettük mindezt azért, mert amikor a nehézségek felmerültek, ugye a vízi közmű vagyon során már tárgyaltuk az elrugaszkodott energiárakat, akkor döntést kellett hoznunk város közszolgáltatásának tekintetében is, hogy megemeljük a soproniak közterheit, adóját, és abból finanszírozzuk a többletterheket, vagy pedig takarékoskodásba fogunk, és spórolni kell, spórolni fogunk. Nos, mi ezt a második utat választottuk, nem vettünk föl hitelt, nem emeltünk adót. Takarékoskodtunk, és meg tudtunk takarítani csak nem egy esztendő alatt 500 millió forintot, amely most lehetőséget teremt a város számára arra, hogy újra neki rugaszkodjon, és a korábbi teljes közszolgáltatások egészét vissza tudjuk állítani. Nos, tisztelettel jelentem, hogy Brembergbányán, Görbehalmon, a Balfi város részen, a Várkület környékén, tehát praktikusan a belvárosban már visszaállt a közvilágítás egésze, a szakemberek pedig egy ütemterv szerint haladnak tovább a lőverek irányába, és karácsonyig bezárólag a város egész területén a korábbi közvilágítás egésze vissza fog állni. Ez most 1800 villanyoszlop visszakapcsolását jelenti. A buszközlekedés december 10-től sűrűsödik vissza, hiszen akkor az ütemes és rugalmas menetrend rácsatlakozik az országos menetrendekre, a helyközi és távolsági autóbuszok érkezésére és indulására, a vasúttársaságnak a vonatok indulására és érkezésére, az iskolák igényeire, a munkáltatók, a kórház elvárásai szerinti igényekre. Mindenre reflektál az új menetrend, ütemes és rugalmas lesz, jobb szolgáltatást fog nyújtani, mint az a menetrend, amelyet levált. Az egy 15 éves menetrend, és minden tekintetben elment mellette az idő. A gyíkot pedig már visszaállítottuk, hiszen újra látogatható és színes programokkal várja a soproniakat, plusz felújítjuk a gyíknak a parkolóját és a terasz részét is, hogy újra komfortosabb körülmények között lehessen élvezni a gyík jelentette előnyöket és adottságokat. Lehet látni, hogy az újraindítási program jól halad, sőt, mondhatjuk azt, hogy hamarosan véget ér, és a visszaállításnak a jelei azok a város szerte megmutatkoznak. Ezt mindenki láthatja, kivéve, ha az ember Sopronban baloldali politikusnak született. Akkor más gondol erről, és ez is egy nagyon érdekes helyzet, hiszen ők mindig támogatták azt a politikát, amelyet Brüsszelben végeztek az ő Európa Parlamenti képviselők, és amely azt eredményezte, hogy elrugaszkodjanak az energiárak egy kezelhetetlen mértékben. Ennek megfelelően nekünk takarékoskodnunk kellett Sopronban, de más magyar településeken is takarékoskodni kellett. Most, amikor vissza akarjuk adni a közszolgáltatásokat, az ehhez szükséges költségvetési rendeletmódosítást pedig nem szavazzák meg a testületben. Azt hirdetik, hogy miért takarékoskodunk, de az nem szavazzák meg a visszaállításhoz szükséges feltételeket. Továbbra sem tudjuk, hogy kit képviselnek. Ezzel kapcsolatban egyébként rengeteg félinformáció, mindenféle álhírek is terjedtek a közösségi médiában. Mennyire nehezítették ezek a tényleges munkát? Az a munkát nem nehezíti. Meg én szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy az újraindítás programja menetrend szerint végbe fog menni, karácsonyig pedig bezárul.
Hamarosan elérkezik az adventi időszak, vasárnap felgyúlnak az első fények az adventi koszorún, és teljes díszében áll most már a Mária szobor mellett a város karácsonyfája. Milyen programok, milyen kínálat várja a soproniakat itt az adventi vásáron? Ja, nagyon várom már a pillanatot, hogy este 6 órakor meg tudjuk gyújtani a város karácsonyfáján az ünnepi fényeket. Remélem sok gyerek lesz ebben a segítségemre kint a helyszínen. És úgy hiszem, hogy ilyenkor nem csak az utcák és a terek öltöznek ünnepi fényben, de talán a lelkek is. Kezdetét veszi az adventi időszak, a felkészülés, az elcsendesedés időszaka, amikor is mindannyian várjuk egyre jobban Szent Karácsony ünnepét, ahogyan közeledünk a december 24-éhez. Az idei esztendőben két helyszínen zajlik az adventi vásár, az egyik a Mária oszlop és környéke, ahol elárusítóhelyek és a rendezvények egymást követik. Míg a főteret egy kicsit szakrálisabb vonalon rendeztük be, ott került elhelyezésre most az adventi koszorú, és minden vasárnap az adventi időszakban ott lobban fel egy-egy láng a koszorún. Mai estén Barcz Attila osztályi képviselő fogja az első gyertyát meggyújtani. És mindenkit sok szeretettel várunk. És ne feledjük, hogy a 24 darab gyerekrajz is folyamatosan és lépésről lépésre napról napra elénk tárul. Igen, nagy sikere van évről évre az adventi rajzpályázatnak. Jó látni ezeket a gyermekrajzokat, és most még nem szeretném elárulni a titkot, de újra egy gyerkőc rajza lesz az a képeslap, amely a Sopron megyegyvárosnak a karácsonyi üdvözlőlapja lesz. Már kiválasztásra került, és hamarosan majd megjutalmazok a mesterművet elkövető kis lurkót is. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én örülök, hogy itt lettem. Köszönöm a figyelmüket, ezt a beszélgetést megtalálják és visszanézhetik a sopronmedia.hu oldalon. Maradjanak velünk, viszontlátásra!